napot kívánok! Békés Szent András Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket trianoni megemlékezésünkön. Először kérem, fogadják szeretettel Juhász Gergő előadásában Babits Mihály versét. Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig 1000 év óta már, és mindig az marad, mert nem darabokból összetákolt darab. Egy test a mi hazánk, eleven valami. Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötözött tagokkal. Zsibbattan alélt a balga erőszakkal. De mihelyt fölengedt folytó köteléke, folyni kezdett a vér elapadt erébe. Visszakapta, ami soha el nem veszett. Nagyobb nem lett avval, csak egészségesebb. Lám, igaz jószágunk visszatérkezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver, és nagy hatalmasság. De leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk és csillagok útja. Nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. Él a nagyisten, és semmi sem egy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mi görbék s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga. Hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen. Így élj, s nem kell félned. Veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz. Nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg. És jön az igazság. Közelebb, közelebb. Köszönjük szépen Gergőnek, Babits Mihály Áldása Magyarra című verset hallottuk. Most pedig felkérem Hévízi Róbert képviselő urat, emlékező gondolatait mondja el nekünk. Tisztelettel köszöntöm a kedves emlékezőket. Több mint 10 éve már, hogy ezen a napon összegyűlünk itt az emlékparkba, és emlékezünk. Emlékezünk arra a gyalázatra, ami 101 évvel ezelőtt történt a magyar nemzettel. Már maga az első világháború is az volt, de a következménye még súlyosabb lett. Amikor Trianonról beszélünk, akkor vissza kell tekinteni egy picit a történelembe, hogy hogy is jutottunk el odáig. Ugyanúgy, mint hogy a településünk történetében, az ország történetében is nagyon-nagyon nagy jelentőséggel volt az a 150 év, ami a török hódoltság ideje volt. Területek néptelenedtek el, a népességünk lényegesen lecsökkent, ezért telepítettek, jöttek telepesek, jöttek svábok, jöttek szlovákok, poláhok, ruszinok, szerbek, vegyes nemzet lettünk. Ez azt jelentette, hogy a betelepítések után a magyar lakosság, a nemzetnek, a magyar királyságnak körülbelül a fele volt. Ez egy nagyon komoly kérdés volt, és ezt a kérdést nagyon jól kezelte sokáig országunk vezetése. Nagyon szép időszakok voltak, reformkor, azt követő polgári forradalom, és a szabadságunkért vívott honvédő háborunk, és sajnos nem sikerült. Azonban jött a kiegyezés, ami mai napig is egy,
egy komoly kérdés, egy komoly vita tárgya. Ugye a történelemben sokszor elmondjuk azt, hogy mi lett volna, ha, hogyan alakult volna, ha. Igazából nincsen ha, mert az már megtörtént. De azért, ha belegondolunk, hogy a kiegyezés követő időszakban keveset foglalkoztunk a nemzetiségekkel. Tehát, amikor az első világháború legsúlyosabb harcai dúltak, akkor a háttérben a nemzetiségeink képviselői már azokkal a nagyhatalmakkal egyezkedtek, akik aztán végül is győzedelmeskedtek. Ez volt az első lépés, ami aztán a trianoni döntéshez vezetett. A másik pedig az, hogy mindig is irigyelték a magyart, a tudásáért, a kitartásáért, és mindazért, hogy Európában már 1000 éve itt van, és itt marad. Mert bebizonyítottuk az elmúlt 100-101 év alatt, hogy itt a helyünk, és ahogy a versben is hallhattuk, hogy nem lehet vagdalni azt, hát akkor húzzatok országhatárokat, majd mi azt egyesítjük fölülről. És ez meg is történt az elmúlt években, hisz egyre szorosabb kapcsolatot ápolunk a határon túli testvéreinkkel, magyar testvéreinkkel. Egyre több olyan kapcsolat jön létre, amely a magyarságot erősíti. Én büszkén jelenthetem azt ki, hogy egy olyan helyen dolgozom, ahol tehetek ezért a nagy nemzeti egyesítésért. Mint a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal ügyvezető alelnöke, nagyon-nagyon sok olyan témában közreműködök, amely ezzel kapcsolatos, ezzel a gondolattal. És a legfontosabb téma az, és a legkönnyebben megérinthető az, hogyha a művelődésünket, a közművelődésünket azt tovább visszük. Hisz megkaptuk azokat a hagyományokat, megkaptuk azt az örökséget, amely kötelez bennünket arra, hogy tovább vigyük, kötelez bennünket arra, hogy tovább adjuk. És higgyék el, hogy ebben munkálkodni egy csodálatos dolog. Legfőképpen akkor, hogy érzi az ember a segítséget a határon túlról is, hisz ők is akarják. Sokszor talán még jobban, mint mi. Hisz sajnos volt erre példa, hogy galád módon elutasítottunk egy kérést. De az már a múlté, és azóta úgy érzem, hogy a sebek azok begyógyulnak, és nem az a mi jövünk, mint ami 101 évvel ezelőtt ezen a napon volt, amikor zúgtak a harangok, és lehajtott fővel szégyenkezve mentek a magyar emberek, nem maguk miatt, hanem a döntés miatt, hogy ezt tették velünk, ezt tették magyarokkal. Hát most 101 év után zúgjanak azok a harangok, zúgjanak, és legyünk büszkék arra, hogy meg tudtuk tartani azokat a hagyományokat, azt az örökséget, amit elődeinktől kaptunk, és tovább tudjuk, tovább fogjuk adni. És addig, amíg ez a körforgás él, ez a folyamat létezik, addig a magyar nemzet is létezni fog. És azok a hagyományok, azok az örökségek, amelyek a hazánkra jellemzőek, a nemzetünkre jellemzőek, azok megmaradnak. Európát megvédtük jó néhányszor, különböző irányzatok ellen. Most azzal fogjuk megvédeni, hogy a saját egységünkkel bizonyítjuk azt, hogy egy nemzet az nem határolható be országhatárokkal. Ha egy a hagyományunk, egy az örökségünk, egy a jövőnk, akkor egyek leszünk a jövőben is. Én kérem a Jóisten segítségét is ahhoz, hogy ez így legyen, és bízom benne, hogy ezek a folyamatok ugyanolyan lendülettel és erősséggel fognak a jövőben is menni, mint hogy eddig mentek, illetve hogy most mennek. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, és kérem azt, hogy mindenki a maga területén tegye meg azt, ami a kötelessége. Isten éltesse a magyart! Köszönjük szépen képviselő úrnak, most pedig fogadják szeretettel Zima János tárogató zenélését. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A szervezőt megkértek, hogy néhány szót szóljak arról, hogy mit is fogok játszani. Szeretném azt elmondani, hogy a tárogató az egy
régi történelmi múltra visszatekintő hangszer, amely a fénykorát tulajdonképpen a két világháború közötti időben élte. Ebben az időszakban népdalokat, népies műdalokat, hazafias érzelmű dallamokat, irredentandoltákat játszottak fel a tárogatósok legszívesebben. Ezekből a dallamokból készítettem én egy összeállítást. Fogadják szeretettel! Thank you.
Magyar vagyok.